Csak úgy, mint tavaly, egy sajtótájékoztató keretében mutatták be a kisvárdai női kézilabda csapat új játékosait. Az elmúlt szezonban a bennmaradást az utolsó fordulóban kiharcoló együttestől 9-en távoztak, helyükre 9 új játékos szerződtetett a klub. Balog Judit, Élő Beatrix, Maria Gárbusz, Tamara Georgiev, Katona Flóra, Veszna Milanovics Litre, Marincsák Nikolett, Triffa Ágnes és Trissuk Krisztina azzal a célra érkezett, hogy a tavainál jobb szereplése segítse új csapatát az NB1-ben. Nagyon jó tapasztalataim vannak, profi sportolókat sikerült igazolni, válogatott szintű játékosokat sikerült igazolnunk. Teljesen tisztában vannak, miért igazoltak ide, eredményesek szeretnének lenni, úgyhogy nekem meggyőződésem, hogy ebben a bajnokságban a Kisvárda sokkal nagyobb játék előtt fog képviselni, mint a tavalyi szezonban. A Kisvárda az elmúlt hét elején kezdte el a felkészülést, és a rávezető hét után már keményebb munkát végeznek a játékosok. Ez nagyon jó, hogy már egyből egy teljes kerettel tudtuk kezdeni, és úgy érzem, hogy egy nagyon profi mentalitású csapat állt így össze. Már az edzéseken is látszik, hogy hiába a nyelvi különbség, mégis egy nyelvet tudunk beszélni a kézilabdában, nem kell annyit úgymond az Eszternek is magyaráznia, és ez sokkal, nagyon megkönnyíti a munkát, hogy a jövőben is könnyebben dolgozzunk. Úgy érzem, hogy jó a csapat, ezért a hazai közönséget mindenképpen szeretnénk kiszolgálni. Valamint hát majd attól függ, hogy a többi csapat is, hogy hogyan erősített, hogy milyenek az ellenfelek, és akkor hát, ha jó a helytállást tudunk biztosítani, és egy jó közép-erős csapatot tudunk összehozni az év végére. A csapat kapusedzője, a játékosként olimpiai ezüst és bronzérmes Farkas Andrea örül annak, hogy 3 válogatott kapussal dolgozhat együtt. Trifágival 15 éves kora óta együtt dolgoztam, aztán elváltak útjaink, és az Újvárosba, Dunaújvárosba újra összehozott minket az élet, és mindenképpen szerettünk volna Dzsukeva mellé egy másik rutinos kapust, aki adott esetben kiegészíti őt. A harmadik számú kapusunk szintén egy fiatal válogatott, ukrán válogatott lány, akiben rengeteg fantázia van, úgyhogy mondhatom azt, hogy sokkal könnyebb lesz a dolgunk, és talán nem merészség azt kijelenteni, hogy a kapusokkal nem lesz gond idén. A sajtótájékoztatón bejelentették, hogy még ebben az évben elkezdődik egy 5000 férőhelyes multifunkcionális csarnok építése, amely 2019-re fejeződik be. A kisvárdai játékosok kedden a két edzés és a sajtótájékoztató mellett még egy kellemes kötelességüknek tettek eleget, átvették ugyanis azokat az autókat, amelyeket egy támogató bocsátott a rendelkezésükre.